A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szakácsmester szakmai tagozata és a Sipkai Barna kereskedelmi vendéglátói idegenforgalmi szakgimnázium közösen szervezett szakmai továbbképzést a vendéglátóipari iskolák és vendéglátó szervezetek számára. Több mint 20 fő jelentkezett a szakmai előadásokra. Minden olyan gazdálkodó szervezetet és vendéglátásban érintett szemét vártunk, akik szeretnének tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan lehet a tanulókat felkészíteni a szakmai és vizsga követelményekre, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok vállalkozónál nagyon sok tanuló van, és hát ebben szeretnénk legfőképp segíteni nekik. A szakács szakmában továbbra is munkaerőhiány tapasztalnak a munkáltatók országszerte. A szakemberek szerint ennek két fő oka van. Az egyik oka az, hogy hála Istennek expanzióban van a vendéglátás, tehát egyre nő a munkahelyeknek a száma, és ez jó hír mindenféleképpen. A másik, az elszívó erő, az sajnos megvan, tehát ma Nyugat-Európában minőségileg nagyobb jövedelmeket lehet keresni, mint itt. Tehát nagyon sok fiatal próbálkozik ki. Ez önmagában nem baj, ha visszajönnek utána. A kérdés csak az, hogy milyen százalékban fognak visszajönni. Én is vándoroltam, tehát én is jártam 8 országban, ez nagyon jót tett nekem. Tehát az, ha egy 3 évet eltölt egy fiatal, mondjuk 6-7 helyen, az nagyon-nagyon jót tesz neki, csak utána vissza kéne jönni. Akkor fognak visszajönni a fiatal munkavállalók a külföldi tapasztalatszerzés után, ha megfelelő bért kapnak és jó alapanyagokkal dolgozhatnak. A VSO elnöke szerint hazánkban az erkölcsi megbecsülés sem megfelelő. A képzési mennyiség megvan, viszont annak struktúrája rossz irányba halad. Duális rendszer betanításra alkalmas, szakképzésre nem alkalmas. Magyarul nem a képzésbe kerülő gyerekek mennyiségével a baj, hanem a képzés struktúrájával van baj. Magyarul a végzett gyerekek jelentős része nem fog tudni a szakmában tartósan megmaradni. Ebből ered a probléma. A szakember hozzátette, a külföldi tapasztalatok hasznosak, ha azok a helyi, tradicionális jellegzetességekre támaszkodnak. Csak így érdemes beépíteni a jó gépeket és technológiákat, a magasabb szintű alapanyagokat és az új ételtrendeket a hazai vendéglátásba. Ezek pedig csak akkor gyűjthetők be, ha a külföldön munkát vállaló fiatal legalább társalgási szinten tudja alkalmazni az adott ország nyelvét, és nem pályakezdőként, hanem 2-3 éves itthon szerzett szakmai gyakorlattal megy külföldre.